folytatódott a korábbi években erősödő tendencia, így a főváros mellett a legtöbb vármegye székhelyen csökkent az állandó lakosok száma, közben pedig a legtöbb agglomerációs körzetben található település keresett költözési célpont lett. Sokan ugyanis így válaszoltak az adott nagyváros viszonylag magas lakásáraira. Az országos tendencia szabolcs szatmár vármegyében is jellemző az elmúlt egy évben, tehát 2022. január 1 és 2023. január 1 között Nyíregyháza lakossága, mint Vármegye székhely lakossága 724 fővel csökkent, mindeközben az eladó lakások és házak ára meg 27%-kal drágult. A Vármegye legnagyobb lakosság szám növekedését az alá, az, azok a települések, azok a környékek értéke, amik nyírpazonyban, mérkem vagy napkoron érhetők el. Itt ezek az ingatlanoknak a, az, az átlagos négyzetméter ára pedig 37 és 46 százalék közötti mértékben drágult. Egyébként ez abból a szempontból is érdekes, hogy viszonylag nagy különbségek mutatkoznak a, az ingatlan árakban, mert ha megnézzük azt, hogy Nyíregyháza átlagos négyzetméter ára az meghaladja az 500 ezer forintot egy négyzetméterre vetítve, addig a környékbeli településeken többnyire 400 ezer forint alatt vehetünk egy négyzetméterre vetített értéken ingatlant, ami gyakorlatilag 25%-os különbséget jelent. Tehát magyarul, ha elhagyjuk a vár helyet, akkor szinte negyedével olcsóbban vásárolhatunk ingatlant. Ezek az agglomerációs települések azonban csak lakásvásárlási céllal népszerűek. Ha albérletről van szó, továbbra is a belvárosi tásos házak a célpontok, hiszen a bérlés egyfajta rugalmasságot biztosít, bármikor lehet olcsón lakhelyet változtatni. Ezzel szemben vásárlással elkötelezi magát a tulajdonos. Sokan például a csokot vették igénybe, aminek egyik feltétele, hogy tíz évig nem lehet elköltözni a vásárolt ingatlanból. Magyarországon nagyon erős a saját tulajdon iránti igény. Az emberek több mint 90%-a saját tulajdon ingatlanban lakik. Ez pedig egy olyan körforgást is indít be, hogy amikor valaki kirepül otthonról, az első komoly céljai között mindig a saját ingatlan megszerzése szerepel, és ha a, a családi helyzet megengedi, akkor ebben a család is tud segíteni, illetve ha ez nem lehetséges, akkor vagy banki kölcsönhöz, vagy állami támogatásokhoz is folyamodhat a fiatal, vagy adott esetben az idősebb korosztály is. A banki hitelek elérhetősége nagyon kedvezően alakult a 2010-es évek közepétől, és ez tovább erősítette a saját tulajdon iránti igény, igényeket, mert egyre olcsóbbakká váltak a hitelek, és ez a lakás is kompenzálta valamilyen szinten, tehát hiába drágulta Háromszorosára az ingatlanok az elmúlt 7-8 évben, mivel egyre olcsóbban lehetett hitelhez jutni, az évről évre történő drágulást azzal uh, ellensúlyozták az emberek, hogy akkor több hitelt vettek föl. Az elmúlt 12 hónapban azonban drasztikusan megváltozott a helyzet a lakáspiacon. A folyamatot erősítette az is, hogy a kamatok emelkedése miatt drágábbak lettek a lakáshitelek. Ma már 20%-kal magasabb törlesztőt kell fizetni, mint egy évvel korábban. Ez pedig jelentősen visszaveti most a lakásvásárlási kedvet.